egy picit meghúzzuk lefele. Nagyon szoros már. Jobban járok, ha itt teszek. Jó, gyere! Nézzétek! Alapul, igen. A kisebbségi egyesület segítségével rendezték meg Kakasdon immár harmadik alkalommal a német tábort. Nem csak kakasdi gyerekek vehettek részt rajta, hanem akár a településen élő német nagyszülők máshol élő unokái is. Több mint 30 kicsit foglalkoztattak a héten színes, érdekes elfoglaltságokkal. Kicsit fontam, tegnap játszottunk, gyurmáztunk. Nagyon jó, és nagyon sok új dolgot tanulunk meg, mint például varni, és nagyon sok ilyen kézműves dolgot csinálunk, mint például most csinálunk ilyen gyapjúból tulipánt, vagy lehet ilyen zörgő labdát, mert tegnap csináltuk ilyen ehető gyurmát, aminek kicsit rossz volt az íze, de lehet belőle akármit csinálni, és nagyon jó, mert nagyon sok mindent játszunk, énekelünk, imádkozunk, és nagyon vicces, mert mindig nagyon jól érezzük magunkat. Gyurmáztam, csináltam olyan gombolyagot, amit ott csináltak, és játszottam a barátaimmal. Kukácokat csinálunk, meg gyurmázunk, meg ilyen tulipánokat csinálunk ebbe a táborba. Én nagyon jól érzem ebbe a táboromba, hogy jövőre is jövök szerintem. Jövőre, amikor jövök, lehet a húgom is fog jönni, és csináltam ilyen gombolyagot, meg fontom is. A hétfőtől péntekig tartó napközi jellegű programsorozatot reggel 9-től délután 4 óráig látogathatták a gyermekek. Ez a dolgozó szülőknek is nagy segítség volt. Német nemzetiségi foglalkozások minden nap vannak, ehhez van segítségünk Katerina személyében, remélem, hogy majd ő is mond egy pár szót erről, hogy milyen foglalkozásokat tart a gyerekeknek. A Német Nemzetiségi Egyesületnek a tagjai pedig főzik a gyerekeknek minden nap az ebédet, amit igyekeznek valamilyen jellegzetes nemzetiségi eledelt készíteni. Egyébként nagyon-nagyon finoman főznek, úgyhogy nagyon jól szoktak lakni a gyerekek. És kézműves foglalkozásokkal színesítjük legfőképpen, ezt nagyon szeretik, úgy szintén a gyerekek. Ebben már volt sógyurmát, főztük meg közösen, tehát együtt is készítettük el, és abból gyurmázhatnak még így folyamatosan, amikor alkalom van rá. De nem ezelnek jelenleg, Csongrádi Anikó jött el segíteni nekem ebben. Aztán mivel foglalkoztunk, még kékfestő anyagokat készítettek, és tojástartóból kis színes kukacokat készítettünk. Nagyon sok a közösségi játék, mondókázunk, sporteszközöket is hoztunk. Voltak terben kinti játékok és vizes játékok, ami a tavalyi évben nagyon jól működött, csak ugye most nem olyan az időjárás, úgyhogy most egy picikét kellett így logisztikáznunk a betervezett programok között. Miklós Ágnes nyugdíjas óvónő minden évben nagyon erős segítségem, így emberileg, aki odáll és segít a gyerekek foglalkoztatásában. A kisebbségi önkormányzat Pécsről a Német Nemzetiségi Egyesületből hívott kulturális szakembert, aki rengeteg játékkal és ismeretterjesztő anyaggal készült a gyerekeknek. Meghívott a Kakasdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy tartsak német nyelvű foglalkozásokat a gyerekeknek. Én a Linau House-ba dolgozom Pécset, ez egy kulturális német nemzetiségi egyesület, és az IFA a munkáltató, úgymond, az egy németországi külügyi szerv, és így, mivel a kisebbségi ügyekkel foglalkozom, meg a gyerekekkel, meg a kultúrával, így adott volt az a dolog, hogy én itt kicsit színesítsem a programot. Hoztam is mindenféle játékokat a gyerekeknek, illetve készítettünk most kékfestő anyagot, mi magunk, illetve most éppen zajlik a varrás is, tehát mindenki egy teljesen saját dolgot tud most elkészíteni. Elindultunk nyomkereső útra itt a faluban, honnan láthatunk még az, hogy itt svábok laktak, honnan látjuk ezeket a dolgokat, mik azok a jelek. Beszéltünk a hagyományokról, akkor nyilván a múltról is, hogy hogyan érkeztek a németek. És a gyerekek hoztak sok-sok saját élményt, tehát az így kijöttek ezek a kis családban elhangzott fél-fél mondatok, és nagyon szépen össze tudtuk rakni ezeket. A gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, sok újat tanulhattak, mind a sváb hagyományokról, mind a kézműveskedésről, és a tábor végén rengeteg saját maguk által készített holmival térhettek haza.